Tessék, itt a lótej! Nagyon szeretem a tejet. És a kakaót is. Azt is. Sziasztok, daráljunk egy kicsit. Miatt elkezdjük, igen, az előző részben volt ugye az új értékelés, és hát nem keltett akkora hatást, mint reméltem, úgyhogy nem szabadultam meg a repülőszámoktól, sokaknak hiányzott, meg jobban tetszett. Úgyhogy úgy gondoltam, próbáljunk ki majd kevertet, mert szerintem is jó az új, tehát tényleg jó benne az, hogy összefoglalja a lényeget, és hogy összefoglalja a lényeget, igen, igazából erről szól. Viszont igen, sok pointtól, hogy is mondjam, elesik úgy a videó, hogyha nincsenek benne repülőszámok. Úgyhogy megkockáztatom, csak hát ott volt a másik dolog, ami miatt nem szerettem, hogy időnként jöttek emberek, hogy hát de miért? De jó, hát akkor szarjuk le őket. A mai pályát nem írta a készítő se az e-mailbe, se a pályára a nevét, úgyhogy Pinke Dominik csinálta, és az a címe, hogy kapaszkodjatok meg, város. Jó, nem akarok most piszkálódni, csak egyszerű neve van. A kezdőhely egy egyszerű faház, már indulásnál nálunk van a kezdőfelszerelés, Brad, Szalonna, meg a parasztkardja, kösz. Megjegyzem, ha több játékosra tervezitek a pályát, akkor nem jó, hogy így előre odaadjátok, ugyanis, hogyha valaki csatlakozik a pályára, aki még nem volt multiba, akkor létrehoz egy új fájlt a játék üres inventorival. Ezek a tárgyak a szólóba mentődnek, hogy mondjam, tehát külön helyre, nem lesz senkinél. Lássuk a táblákat, üdv a mapon! Történet, a város bankját kirabolták és vissza kell hozni a pénzt. Játsz békésen, játsz túlélőbe, ne üss, ne törj blokkot, ne csalj, érezd jól magad. Szemben az ajtó mellett két tábla, nézd meg a postaládát, tipp, mentsd el a cuccaid. Bele is néztem a postaládába, és örömmel láttam, hogy végre megérkezett a Siess című könyvem. Gyere Siess a városba, a polgármesteri hivatalba gyorsan. Nem, hivtalba gyorsan. Hivtalba. Egyébként a sivatagban lakom, de a házam köré nőtt egy kis fű. Ha mondjuk még hagyján lenne, ha nem lenne ennyire szabályos. Jó, végül is ez Minecraft, miért is ne? Van itt egy tipptábla, hogy kövessem a fáklyát. Egy kis fákja követés után meg is érkezünk egy generált faluba. Igen, sajnos a készítő nem sok saját építményt rakott a pályára. Kicsit szerencsétlenül helyezte el a ládákat és a táblákat, ami miatt plusz pár percig feleslegesen bolyongtam. Mutatom, miről van szó. Itt a polgármesteri hivatal. Jó, tudom, nekem hivatalt kell keresnem, de az nem volt úgy, hogy kénytelen leszek beírni a hivatallal. Szóval a hivatalban volt két láda egymáson, a felsőre az volt írva, hogy mikor visszajöttél a börtönből. Hát én itt egy kicsit lefagytam, hogy mi van? Hát ha csak a kezdőhely nem egy börtön volt, akkor én nem börtönből jöttem, akkor valahol máshova kell előbb mennem? Van egy másik hivatal, vagy tényleg egy hivatalt kell keresnem? Valójában az alatta lévő ládával kellett volna kezdeni, de mivel föntről lefelé olvasunk, ezért az ember azt gondolja, hogy az alsó láda majd a felső után jön, úgyhogy nem is gondoltam, hogy azzal kéne kezdenem és belenéznem, úgyhogy elindultam keresgélni. Esetleg, ha úgy rendezte volna el, hogy az alsó van felül, akkor még talán, de akkor sem szerencsés, hogy az alatta lévőre meg rá van írva, hogy mikor visszajött a börtönből, inkább két külön helyre kellett volna rakni, az a biztos. Tudom, egy ilyen generált házban nem sok hely van, hát igen, ezeket volna építeni. Na de ugorjunk oda, hogy a bank című könyvet kiveszem az alsó ládából. Polgármester, jó, hogy eljöttél, mert kiraboltak a bankot. Én. Ki? Nem tudjuk, azért hívtuk magát. Szerintem menj a börtönbe, mert ketten voltak, az egyiket elfogtuk, beszélj vele. Börtönhöz szerencsére nem kell sokat menni, szemben van, és lehet beszélni a seriffel. Mi áradban itt? Az egyik bankrablóval akarok beszélni. Oké, és ott van bent, beszélj vele. Na itt álljunk meg egy pillanatra. Tehát bárki így bemegy a börtönbe a seriffhez, csak annyit mond, hogy beszélni szeretne a rabokkal, és simán beszélhet? Oké. Bent már sokkal szerencsésebben helyezte a ládákat, tehát külön van az, amit most kell, és külön az, amit később.
És az van rájövő, hogy csak ha hoztad az aranyat. Bizony, ha hoztam az aranyat, jól hallottátok, nagy poén lesz. Mielőtt megnézzük a könyvet, kérem, hogy mindenki vegye ki az agyát, a világ legdurvább kihallgatási módszere következik. Figyeljetek! Te ki vagy? Én Steven vagyok, és azért jöttem, hogy tudjam, hol van a pénz. Csak akkor mondom el, ha adol egy aranyat a templomból. Okés. Vágod? Okés. Így, ennyi. Győzködnie se kell. Utóirat, menj vissza a polgármesterhez. Nekem ezen a ponton kikapcsolt az agyam, üres tekintettel, robotikusan játszottam végig a pályát. Remélem még bírjátok, mert ez fokozódik. Figyeljetek. Na mi van? Valami aranyról beszélt a templomból. Szerintem ne menj el, mert nagyon veszélyes. Akkor is elmegyek, hol van. Érted. Nemhogy simán belementem, hogy elhozom neki az aranyat, még az életemet is kockáztatom, hogy megkapja a nyalmat aranyat. Ez kész. Itt lent amúgy rosszul mondtam, mert piramis. Ez tényleg, most megkönnyebbültem a szegény bankrabló, akinek kell az arany. Jaj, menj már. És jól gondoljátok, egy játék által generált piramisba kell ellátogatni. Na de lássuk, mit tartogat az odafelé vezető út. Labirintus! Ezt már meg se kérdezem, hogy miért a polgármesteri hivatalnál van a bejárat. Ha nem haragszik meg a készítő, kivágom ezt a halálizgalmas részt, mielőtt mindenki leiratkozik. Tábla, csak egy ugrás, lehet tippen, hogy olyan sikerül-e? Vagy inkább, hogy hányadszóra sikerül. Nem tudom, egyáltalán el lehet-e érni ezt a létrát, hát nekem nem sikerült. De akinek sikerül, az a piramisban találja magát. Összes egy láda van a közepén, és abban egy arany van. Komoly. A készítő gondosan lezárt minden bejáratot, hogy mindenképpen a labirintuson keresztül kelljen jönni. De hát akkor hogy megyünk ki? Itt majdnem agyrohamot kaptam, de aztán megtaláltam a kart. És igen, úgy lehet kijutni a piramisból, hogy felrobbantjuk. Nincs messze a falu, ugorjunk a börtönbe. Mielőtt megnézzük a beszélgetést, kérek mindenkit, akinek még nem fagyott le az agya, az most kapcsolja ki a videót, menjen ki az udvarra és kergessen nyulakat. Ti, akik még tudtok mozogni és gondolkodni, legalább ti meneküljetek meg. A többiek, akik már csak bambán néznek, azoknak már úgyis mindegy. Felkészültetek? Oké. Add ide. Tessék, itt van. Na beszélj. Annyit mondok csak, hogy menj a széfhez és nézz körül. Rendben. Tehát gondoljuk át még egyszer. A bankrabla, akit bezártak. Csak akkor beszél, ha elviszük neki az aranyat. Még csak nem is próbáljuk őt megkínozni, hogy beszéljen, simán belemegyünk. Oké, kockáztatjuk az életünket, megszerezzük a gondolom egyébként biztos nagyon értékes aranyat, de nem a bankhoz visszük valami kárpótlás vagy ilyesmi, hanem odaadjuk a bűnözőnek, aki annyit mond el, hogy a széfnél egyébként körül kell nézni, amit kiraboltak, mert egyébként nem jutna eszünkbe a tett helyet jól körben járni. Azért az utóirat is oda teszi a házakat. De lássuk azt a bankot, ami a templom egy kicsit átrendezve. Menj csak, nézz körül fent, mondja a bankos. Nem is kell bemutatkoznom, igazolnom magamat. Nem csoda, hogy ilyen könnyen kirabolták a bankot. A következő pár másodperc viszont tényleg egy olyan része a pályának, amit kifejezetten pozitívan lehet értékelni. Fent van egy szépszerű képződmény, ami tényleg üres és tényleg föl van törve, és nincs semmi utasítás, kiírás, vagy útmutató, vagy tipp, vagy utóírat. Szépen körül kell nézni, és magunktól rá kell jönni, hogy mi történhetett, hol lehet a bankrabló. Azért nem az évszázad rejtélye, tehát ki van ütve a fal, és a szomszédházban ott van a bankrabló üzenete, de tetszik, hogy ezt így a játékosra hagyja. Ha nagyon-nagyon halványan is, de itt megvolt az az érzés, hogy én most nyomozok. Készüljetek fel a következő agyi kék halálra. Sziasztok, fiam! Ha ezt olvassátok, az milyen gyerek lehet, akinek többes számban ír. Szóval, fiam, ha ezt olvassátok, akkor jól olvassátok, mert gazdagok lesztek. Csak menjetek fel a tetőre, és van egy építmény, aminek
A tetején négy fáklya van, abba menjetek be. Az a négy fáklyás építmény történetesen a kút, úgyhogy blub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 . Egy kis uszikálás után megtaláljuk a táblát, bánya. Hogy miért bánya, azt nem tudom. Eddig se derült ki, ezután se fog kiderülni. Most jön az, ami egy kalandpályából sem maradhat ki. Egy láb a medence fölött kell ugrándozni. Túloldalon van egy apróska pozitív dolog. Egy zárt ajtó táblával megszerezted a karta a jump elején? Ugyanis tényleg volt egy elrejtett láda. Ott. Viszont itt már nem volt annyi erőm, hogy visszaugráljak, úgyhogy givoltam magamnak, ahogy ti mondjátok egy kart. Aztán jön a kihagyhatatlan quiz. Hány éves vagyok? Kicsoda? A készítő nyilván magára gondol, de hát most képzeljétek el, hogy a valóságban lementek egy bányába, és ott van egy ilyen tábla, hogy hány éves vagyok. Hát néztek, hogy micsoda, kicsoda, ki írta ezt, honnan tudjam. 17 és 12 közül lehet választani. Nem ismerem a készítőt, de a pálya alapján nagyon-nagyon reménykedtem benne, hogy nem 17 éves. Szerencsére bejött. Mi a kedvenc sportom? Kezd az az érzésem lenni, hogy ez a pálya nem nekem készült, tehát most egy idegennek minek kérdeztek ilyeneket? Foci vagy sakk? Hát azt gondoltam, hogy hát nem valószínű, hogy 12 éves a sakkért rajong, pedig de. Mennyi 2 meg 2x2? 6 vagy 8? Ezen a ponton nem azon aggódtam, hogy én nem tudom kiszámolni, hanem azon, hogy hát remélem a készítő tudja, hogy ezt hogyan kell kiszámolni. Utána sok nyomólap, meg két tábla, középre ugorj, meg TNT rune. Ennek a résznek sincs semmi értelme, de én már nem is gondolkodok, csak sodródom. Szerencsére sikerült eltalálni a lyukat, utána van egy nem működő csapda, ehhez nem tudom, hogy direkt a hangulat kedvéért, vagy véletlenül így felejtette, nem baj, nem bánom, hogy nem robbantott fel a TNT. Aztán egy ládás csapda, de nem jött be. Vidd a bankba és vége a mapnak. Köszi, hogy végigjátszottad. A láda tele van kacattal, utána pedig egy végtelen létra, amíg fölmászok, addig gondoljuk csak át ezt a részt. Tehát a bankrabló a fiát, akivel többes számban beszél, elküldte a bányába, az életveszélyes bányába. Gondolom, ezek a bankból lopott kincsek, nem tudom, itt rejtette el, elég lett volna elásni egy titkos helyre és térképet adni a fiának, de nem, életveszélyes csapdák mögé kellett rakni, hogy mindegy, felérve közelben ott van a falu, nem érdekel értékelés. Az egyetlen kifejezetten pozitív dolog, amikor pár másodpercig tényleg nyomozónak éreztem magam, mert nem volt semmi utasítás, magamtól kellett megtalálnom a folytatást. Mert talán az a poén a bányában a karral, de addigra már annyira lefáradtam, hogy annak sem olyan íze volt. Negatívumok, nagyon kevés helyett építmény, nagy részt azok is csak a szokásos, lerágott feladatok voltak, és az irracionális történet, szerintem ezt nem kell megmagyaráznom. Legyen 8 pont, és most megyek újraéleszteni az agyamat. A kézikönyv óvjon.